más szoba a patkányra kapcsán. Viszont nem ennél akarnék ráragadni, de egyébként, hogyha jól látom, akkor a eszembe jutott egyébként a Wall-E robotja, ugye, aki, ugye, hogyha már szemét domba, aki ugye mindig a földön ugye a felhalmozott szemétekből ilyen kis dobozokat csinálni. Szóval, hogy így is lehet szemlélni a kultúrán. Az biztos, hogy egy eléggé felhalmozódott anyagról van szó, amit nehéz kezelni. Viszont, hogyha innen nézzük, tehát, hogy, tehát mégiscsak az van, ugye, hogy három olyan figura jelenik meg a trilógiában, tehát ugye a Heidegger, Marx és Wittgenstein, akik mindemellett ugye, hogy, tehát, hogy ők hogy kerülnek rá erre a területre, engem nagyon érdekelt volna, mert ezt is többen megkérdezték már tőle. Tehát, nyilvánvalóan nem, hogy feltételezem, nem a szigorlati tételista alapján lettek kiválasztva. Tehát, hogy meg azon túl mondjuk, hogy le tudom őket bontani a nyelv, szellem, meg a materializmus fogalmai alapján, szóval, hogy benned ezek hogy állnak egymás mellé? Nagyon hárman konkrétan? Hát ennél szerben nem tudom mondani, ahogy most utaltál rá, hogy körülbelül minek lehetne persze nagyon nagy vonalakban megfelelni hármai gondolkodását. Előttem pusztán, amikor én kezdtem, pusztán annyi volt, hogy egyébként első pillanattól kezdve valahogy ez így jelent meg bennem. Tehát nem az volt, hogy legyenek filozófusok, és akkor leültem, és elkezdtem töprengeni, hogy na, akkor most Spinoza vagy lehet. Szóval, tehát így jött az ötlet, hogy ők hárman. De nyilván arról van szó, hogy az elmúlt 150 év prominens gondolkodói, ugyanakkor nagyon különbözőek. Röviden. Illetve Marxnak számomra egy kiemelt jelentőség van, a patkányében többször szerepel az a mondat, a Feuerbach tézis, 9. Feuerbach tézis, hogy a filozófusok eddig csak különféleképpen értelmezték a világot, az a feladat, hogy megváltoztassuk. Szerintem ez a mondat, ott van a könyvben, tehát háromszor, nekem ez a könyv centrumon. Most, hogyha valaki nem tud ehhez visszanyúlni, nem tudja artikulálni ezt a kérdést, hogy ez mi, ennek mi értelme, ez miért van a regényben, ez hogy visszanyúl az egészhez, és azon rugózik 20 000 karakterben, hogy a popkultúra az nem tudom, nem ér semmit, szóval ez nem lényegi kérdés igazából. Még egy, ami eszembe jutott, hogy ugye, hogy a nyúl évében megjelenik egy Jacques nevezetű figura. Igen, hogy már egy fejezet erejéig a Lacanban is. De hogy ugye a Lacan. És tehát, hogy azt ahogy látod, tehát, hogy simán lehetett volna, hogy a négy muskétás is. És akkor nem tudom, a Lacan lábnyán belép a történetbe. Viszont ugye itt ellentétes oldalon áll a legalábbis ugye a bizonyos szinten. Szóval, hogy ez idézőbb átfog jelleggel, vagy pedig azért ez valamiféle ilyen filozófiai koncepciót is tükrözhet. Hát nyilván ő mint egy nagy alternatívája a filozófiában, a hagyományos filozófiában, bármit is értünk ezen. De hát nyilván egész végig a könyvben egy pszichotikus elmeháborodott, ami egyébként pontosan tükrözi a valódi Lacant. Egyébként az a része, amúgy tehát, hogy az viszont baromi érdekes, hogy ezek a figurák tulajdonképpen nem filozófiai bárfigurákat jelennek meg, tehát hogy a tulajdonképpen a munkásságok primér szinten teljesen háttérbe szorult. Primér szinten. Viszont nagy hangsúly kap a tehát ugye mégiscsak, tehát hogy hol ugye terminátorként viselkednek, hol pedig ugye mint ilyen retardált kölykök. Tehát hogy elég sok nehezen lehetne körülhatárolni az ő jellemüket, viszont nagyon nagy hangsúlyt kapnak ugye a múltbéli események, hogy az ő tulajdonképpen lejátszódó gondolatok, elmélkedések, vagy a traumáknak a feltörése. Tehát, hogy ez a pont, hogy
hogy ez a mélyreásás, ez hogyan jelent meg? Mondok meg egy mondatot, ami nincs a könyvben, de lehet, hogy benne is van most erre, nem emlékszem, Adorno negatív dialektikában szerint az a mondat, hogy ez a probléma a filozófiával, hogy is van ezt pontosan, te emlékszem, hogy hát meghalt a filozófia, valamilyen módon tovább él, noha elmulasztotta teljesíteni a feladatait. Tehát ez csak szintén egy adalék, hogy számra ők, mint filozófusok milyen térbe érkeznek. Tehát azért is van háttérben az, hogy ők konkrétan helyegyen milyen ontológiai elmélkedéssége vannak. Ugye amikor ez szóba kerül, az inkább paródia, mert egyszerűen az a világ, amiben vannak, az értelmezhetetlen használat. Tehát ők egy folyamatos krízisben vannak. Ez tágabb értelemben talán kultúrának vagy gondolkodásnak az önmagához való viszonyáról szól, vagy nekem arról szól, lásd, visszatérünk a szemétdombhoz. Tehát, hogy nem világos, hogyha most itt vagyunk, semmi közepén, amikor körülbelül sem mert, nincs semmi értelme, akkor utólag miért gondolom, hogy volt értelme bármit is. Mi értelme gondolkodni? Jó, amúgy mennyire látod ezeket a, hogy mondjuk ezeket kiválasztjuk, ezeket a figurákat, ők a kultúrtörténetben, vagy a filozófiatörténetben mennyiben egy ilyen filozófiai zombik, tehát hogy ugye akikről csak is a munkáink alapján tudom találni, szemben mondjuk a személyiségükről, a pszichéjükről. Hát nagyon sokat lehet tudni az életükről, tehát ezzel kapcsolatban... Aki utána jár. Hát ugye, aki utána jár, mert hogy mégsem... Tehát az oktatásban mondjuk nem így kerülne, de számít mondjuk a Kantnak a sétáit. Tehát, igen. Hát azért nagyon sokat tudni, én próbáltam beépíteni, nyilván itt van a fontos motivumok, náci korszaka, ami ugye ráadásul most elég durva aktualitást is kapott, tavaly megjelent hagyatékból a fekete füzetek, tehát borzalmas, szintén a szemétdomb, tehát most azért van egy komoly esély arra, hogy Heidegger gondolkodóként így elég durván. Mondjuk szerintem az elmúlt évtizedekben már, tehát 60-as, 70-es években nyilván volt még egy ilyen nagy Heidegger boom, már azóta annyira talán nem, de most tűnik, hogy még annál is kevésbé. Wittgenstein, hát rengeteget lehet tudni, a homoszexualitás, verte a diákjait, tehát általános iskolás gyerekeknek integrált számítást tanított, nem tudta úgy át a pofon a gyereket, hogy börtönbe került majdnem miatt, mert egy egész kisváros nem tudja akarta lincselni. Szóval van egy csomó olyan sztori, van a Marxról és semmi, tehát ezek nem voltak teljesen normális emberek. Oké, okay. Az ilyen bálványok mentőinket visszakanyarodnék a Márióhoz, a Banzertenben. Tehát az előbb is soroltál fel olyan, tehát milyen nevek szerepelnek benne ott, a Batyánynak, vagy a Kossuth. Tehát itt a mi alapján szelektáltad ki ezeket a figurákat? Hát ebben benne volt sok esetleges döntés is, vagy sok esetleges fordulat. Hát ugye a fő koncepció az volt, hogy az olyan alakok kerüljenek elő, amelyek egy ilyen, melyeknek van egy úgymond egy ilyen 19. századi aurája. Tehát, hogy talán ez volt egy ilyen fő rendező elv, ugye nagyon sok alak innen jön, hogy egy ilyen feudális vagy posztfeudális világnak a szereplői, akik
amiről mintha tudnánk is valamit, de nem biztos, hogy ezt jól tudjuk, és közben meg ahogy a figurák a versekbe viselkednek, ugye folyamatosan folyamatosan így elszakadnak a saját történelmi másuktól. Tehát, hogy nyilván ezek nem a történelmi alakoknak megfeleltethető figurák. Tehát ott a Kossuth, ugye az én Kossuthom az a szabadságharc után a Marsra menekül. Tehát, hogy nem a törököknél keres segítséget, Törökországban keres segítséget, hanem egy ilyen marsi expedícióra indulnak. Segít ugye szövetséget kötni ott valakikkel. Na, de meg ugye mondjuk a Hanistók, megint egy izgalmas figura, aki már alapból ugye így a legendáknak, a meséiknek a világát is megidézi. Ugye ő egy ilyen talált gyermek, egy ilyen lápi figura volt, akinek bizonyos testi elváltozásai is voltak, és ő már kezdettől fogva egyfajta ilyen mesei aurát hordoz, akkor én ezt használva tovább építettem ezt a mocsári mitológiát a szövegeimben. Szóval mondjuk a Batthyány egy érdekes kérdés, azért választottam, szükségem volt a szövegben, a szövegnek a világában egy arisztokratára, tehát meg akartam idézni egy ilyen barokk nemesi hangulatot, és ehhez próbáltam keresni egy jó nevet. És van ennek egy személyes vonzata is, hogy mondjuk a Veszprém megyében, én ugye pápa mellett éltem, és ott nem az én falunk, mi falunktól nem messze, van egy mi falunk a Nyárád, és ott nem messze van egy Dáka nevű falu, ahol van egy Batthyány kastély, amit most ilyen szociális intézetként használnak. És ugye számomra ez mindig egy rendkívül misztikus, meg izgalmas épület volt, és már nagyon végig mozgatta a fantáziámat, és valahogy erre is utal ez a választás, de ez a személyes része a dolognak. Ugyanakkor meg nyelvileg nagyon izgatott ez a név. Tehát, hogy például, hogy Batthyány, hiszen ez egy egyrészt szerintem nem mindenki tudja ezt alapból elsőre helyesen leírni. Tehát így, tehát, hogy ez így is egyfajta nehézséget okoz. Ugyanakkor, ha ezt elképzeljük, hogy mondjuk ha ez egy olyan fura betű sor és hangsor, hogyha így magam elé képzelnek, számomra volt ebben egy ilyen vizuális, grafikai csodálat, hogy tudom, ez egy például egy külföldinek, tehát szerintem ez teljesen elborzasztó. És de tényleg, tehát volt nekem ebben a névben egy rejtély. Úgymond így nyelvileg és vizuálisan, és ezt nagyon élveztem. És mondjuk ami alatt megírtam a kötet versét, utána már én is rendesen le tudtam írni. Tehát az eleinte nekem is voltak vele problémáim. Egy ilyen bátori figura. Igen, a másik kontextussal meg ez a bátori mitológia, tehát hogy ugye a Batthyány alapvetően a Batthyány Ilona az, aki a versek szövegeiben megjelenik, és ő egyfajta, tehát távolról közvetve Báthori Erzsébetnek az alakjára utal. Tehát egyfajta ilyen a kegyetlenség, az agresszivitás, vagy az önpusztításnak a jelölői, vagy a motivumai gyülekeznek körülötte, és van benne egyfajta démoni, vagy egy ilyen vamp jelleg. És ezt a hangulatot én valóban a Báthori Erzsébet mitológia felől próbáltam így belecsempészni ebbe a figurába. Még korábban beszéltünk egyszer arról, ugye még a Bauxit kapcsán, hogy hát hogy vannak ezek a meseszerű történetek, tehát hogy egy ilyen, mint hogyha egy ilyen formai változás azért elkezdene beszürekedni a költészetedben. És hogy most is nagyon sok olyan történetet találtam, mint a Piros Víz, a Majom Király, és még a Címadó, tehát hogy ezek ilyen komplett kis
ugyan, hát még akár azt is mondhatnám, hogy a szűrrealitások, illetve a kevésbé lineáris felépítettségük miatt még ilyen népi meséknek is beleélnek, hogy állsz most ezzel a vonallal, tehát hogy marad ez a vegyes forma, hogy bár ezt esetetben a hagyományos vers egy kicsit ilyen furcsa megjelenésnél, szóval hogy mi lesz ezekkel a mesetszerű dolgokat, hogy kinövik magukat, vagy pedig ilyen tumorként benne lesznek a könyvekben? Tehát, hogy benne lesznek tumorként, ez tetszik, ahogy ezt megfogalmazod. Ugyanakkor tényleg már évek óta nekem egy törekvésem, hogy valahogy ez a tendencia, vagy ez a szövegtípus azért mondjuk valahogy eljusson a kis prózáknak a világáig, tehát hogy mégis ezekből a próza, vers-próza hibridekből valahogy eljussak egy kicsit talán hagyományosabb értelemben is prózának tekinthető szövegekhez. Tehát van egy régi tervem, hogy ezekből a rémmeségből, álmeségből összeállítsak egy külön könyvet. És ez a projekt már zajlik egy ideje, és hogy a Györfi László képzőművésszel dolgozunk ezen közösen, aki a készülő könyvben majd az illusztrációkat készíteni. Tehát gyakorlatilag ez a következő szép irodalmi tervem, amit ezt szeretném megvalósítani a közeljövőben. De ez nekem is kihívás. Ez egy érdekes dolog, hogy tényleg költőként, meg rám ez már a első könyvemben is jellemző volt, hogy azért én mindig ez egy ilyen a költőre jellemző attitűd, nem tudom, hogy tényleg a tömörítésnek van egyfajta rangja. Vagy hogy az ember tényleg önkéntelenül, vagy nálam így van, én nagyon hajlamos vagyok ilyen elemi mondatokban gondolkodni. Vagy elemi képekben, hogy valami, ami összeszív rengeteg jelentés energiát, és úgy működik, mint egy fekete lyuk. Hogy így beszív mindent maga körül. Tehát, hogy valami nagyon súlyos, nehéz, tömörített szókép, verskép, mondat. Ugyanakkor én mióta, tehát már régóta azon dolgozok, hogy valahogy ezt így oldjam. Tehát, hogy én önkéntelenül így írok szöveget, tehát ezzel a fajta nehézkedéssel, vagy ezzel a beállítottsággal. Ugyanakkor ez engem már akadályoz, mert szeretnék oldottabban is fogalmazni, olyan értelemben, hogy tényleg fecsegni. Tehát most ez lehet, hogy furán hangzik, de azért hogy is mondjam, valahogy úgy fecsegni, ahogy mondjuk a Tandori fecseg, például a verseiben, ami különben egy lenyűgöző nyelvi fenomén, és számomra ezért vonzóak mondjuk a hosszú verseknek a műfelején. Próbálok minél hosszabbakat írni mostanában, mert nagyon jól tudok egymondatos verseket írni, és ezt nagyon szeretem, csak úgy érzem, hogy még nagyon sok lehetőség van ebben a kiterjesztett formában. De ez egy nagy munka nekem, szubjektíven, hogy ne tömörítsen túl, hanem megtanuljam kibontani, explikálni, és hát elfecsegni azt, amit el akarok mondani. Jó, most kérdés helyett inkább arra szeretnék kérteket, hogy röviden azért olvassatok fel. Oké. Hát ez egy részlete valaminek. Van egy, görgetek egy ilyen kássahegyet magam előtt a gépemen, és abban választottam ki egy részletet. Prózának gondolom, de vannak erősen esszéisztikusabb részei is, ez is valami olyasmi. Az Alien, avagy Macei Butas a halál, stb. Című remek művek ihletéséről. Mit akar Burke?
Beszélgetés az Alien 3-ból. Ripley, aki a puszta élet filozofémájának szellemében saját testét teszi meg a legkülönfélebb antropológiai és kozmikus konfliktusok helyévé, vérbank, keltető, játszótér, oltár, a fogantatás színháza, beszédközpont, agy, méh, cselekvés, kéz, egy doboz a másik GPS dobozban. Ripley így szól a társához, odament van a pincében. A lakonikus válasz így hangzik, ez az egész hely egy pince. Füst terjeng, a szemét, az emberek füstje talán, Ripley körbenéz, majd állja a fogoly tekintetét, és azt feleli, ez csak egy metafora volt. Soha az Alien filmekben nem történik utalás arra, hogy ezeken a fattyakon kívül az emberek másféle életformával találkoztak volna. This is the first encounter. Senki semmit nem gondol a kapcsolatteremtésről. Két reakció létezik, a domestikálás, ez a gép válasza, és a genocidium, ez az ember válasza. A maga összefüggésében mindkét válasz értelmes, a bábok nyálkás verzésében a testet adó test, a testnek helyet adó test agóniájában persze, de ez alig számít. A macska a kulcs, de a macska hiányjel. Miféle zárba illene egy macska? A macska egy hiány opozíciója. Tettetés, hazugság, egy önmaga jogán nem létező entitás felpuffadása, öngerjesztése. A felrobbanni készülő reaktor, ne volna a macska elbizakodottsága csupán, a nyávogás mögött nem sejlik fel a plutónium mosolya. A macska az igazi idegen, a semmi sötét mélyéből kifelé igyekvő idegen, ismeretlen mégis az emberhez viszonyított szándékokkal, éhséggel. A macska az ellopott levél, amely mindig is szem előtt volt, ő az, aki végignézi gazdái lemészárlását, ő az, aki miatt a menekülés rövidebb útja lehetetlenné válik, ő az, aki úgy kaparta fel Bach szemét, hogy már a szaruhártya megütése sem segített rajta, ugyanaz az állat. Homunculusok a danaidák ellen. Az LV-426 terraformáló erőműve egy húsindákkal körbeölelt kurat, gyerekgyár. Minden rotoros jármű előbb-utóbb a földbe csapódik. A pilóták arcát pírborítja, kátrány, vértalán, sav, leomló neuronhidak. Egyáltalán milyen türelem kell egy bolygó lakhatóvetételéhez? Az Úr a gonoszságot is dicséri, mert én alkottam a világosságot és a sötétséget, és a Ézsaiás 45:7. A xenomorf tulajdonképpen a Szentlélek, aki a teremtő atya, anya, az ember, a majomnő és a sátáni fiú a gép közötti senki földjén kallódva az életéért küzd. Másrészt, mintha csak Arisztotelesz ontológiájában mozogna, folyamatosan az első mozdatlan mozgatóhoz, az emberhez igyekszik visszatérni. Ez a gépek pszichoanalízise oly mértékben hiányzik őstörténetükből az anyag, az eleven hús, hogy szörnyeket álmodnak a gyerekkor helyére. Ash, Bishop szintén megszületni vágynak. A kriogén kapszulák és inkubátorok, keltető dobozok, amelyek egy nagyobb keltető egység hitet dobozába illeszkednek, amely a maga részéről a létfenntartásért felelős modulban helyezkedik el, amely egy másik dobozban magában a hajóba ékelődik. Egy kisebb doboz az óriás doboz csücskén, egy bója, tüskés nyolcszög. A Nostromo a világűrben sodrodó legnagyobb ismert doboz a bolygók mellett. Nyersanyagot szállít, mint egy rendes kereskedőhajó, mint egy rendes fregatt, aminek oldalára a dokban egyik jelvére írták a betűket, a macska nevét. A Nostromo is csak egy doboz, lehetséges csomagolás, tárolás, továbbítás, öröklés jele, Tokió hajtatóhoteljeinek egy kihúzható acélkoporsója, könnyű vászonsodrony, a térközök sodrása, egyetlen hatalmas anyamék bilóba. Egy város, benne medencék, arborétumok, élményparkok, múzeumok, közterek, önkormányzati épületek, emlékhelyek, klubhelyiségek, szalonok, kilövőállomások, temetők, kávézók, magánzárkák, udvarok, katakombák, csatornák, benne barrakudákkal, episztoláris barázdák, ispotályok, ellipszisek a salak mentén, párkányok, felszintes zegzúak kérvényei az utcához, kocsi behajtók, almafák tébolya, az egyetemes megalkotottság, a közeli szuterének kihasználatlan délutánjai, az árbockosok vélányos mosolya, a parkolók. De vajon mitől iszonyodunk, miért öljük meg egymást? Cesualdo példája, amikor szeretnünk kellene, miért öljük meg a nőt, mint hűtlen felséget, Cesualdo, amikor tekinthetnénk rá hű anyaként is. A macska és a gép titokban egymás szövetségesei. Szaporodásuk többnyire zöldes tavak, sekélyes partjai megy végbe. A hasonmás, az én minden rossz tulajdonságainak összessége, a
konkrét rettegés csak része a hasonlástól való rettegésnek, akkor győz, akkor veszít, akkor teljesen meg vágyai, amikor végre gyűlölködve tekintenek rá. Két szöveget olvasnék föl. Az első, ez egy újabb szöveg, ez nincs, nem szerepel a Herceg prímásban. Ez egyfajta ilyen kiáltvány is, vagy esszé paródia, de szerintem bizonyos szempontból, vagy több szempontból rímel szerintem a Imre által felolvasott szövegbe is. A címe az, hogy Szerves hulladék kiáltvány. A száraz föld macska cápája, a tigris. Egy lehetetlen fajt képez Szibériában, több mint 3 méter hosszú farkával. Fejlett szocialista állam voltunk, mégis úgy hiszem, ez a legalapvetőbb mozgatóerő. Az a pont, ahol valamiből valami más lesz. Ez teszi azzá a várost, a világot, ami valójában. Az a zóna, ahol az egymástól elütő dolgokból egyetlen egész lesz. A hibrid zóna. Tenyész magadnak művet. Neveld nagyra, hogy egész városokat kergessen őrületbe, és fiatal lányokat zabáljon pikkelyes tinédzser buliján. Ez lenne csak a zsigeri realizmus, mert itt nincs sem vallás, sem filozófia, sem ateizmus, sem materializmus, sem spiritualizmus. Ez a tények, csak is a tények kérdése. A szutyok zsigeri realista minőség, hiszen egészen belülről jön, bár egyáltalán nem őszinte. Sőt, inkább valami kitalált, bár ebben nem ért egyet a macskacápa és Nádas Péter, amikor összedugják a fejüket egy-egy újabb halom belső szutyok felett. Lehet, hogy földön kívüli eredetű, vagy valami rendkívül népies. Tömegsírba lőjük a nőket, mert szép, aztán a férfiakat, mert igaz. Aztán szerzünk néhány segmanót, akik elviszik a balhét. Higiénia kérdése az egész. Nádas Péter például nagyon fiatalon megtanult bilizni, de ezért kicsúfolták a segmanók, akik szerint az erőlködő fehér ember távolról sem esztétikus. Persze, lehet másképp is szarni. Félelemmel, vegyes csodálattal, bár lehet, hogy ez is túl európai. Nem érdemes áhítatba esnünk borzalmunk felett ülve, inkább csipegessük élvetegen a fekete rokokót. Az éden barna pettyeit, amikor a szellem gőzeiben megvakulnak a mómia nyalók. Mert ők csontokat jöttek ápolni, de ehelyett igét találtak, ami keservesen bűzlik. Mutánsokat nyertünk meg közönségnek, hiszen ők szeretik csáprágóikkal végigizgulni szerelmi kalandjainkat a sugárzó vidék kies fensíkjain, ahol Molloy megtanult biciklizni, de azóta sem tudott dudálni. Pedig a duda fontos. Hangja élénk és izgató, lényünk legmélyéig hatol, de nem kelt bánatot, sem ellágyulást, csupán arra figyelmeztet, hogy itt az idő egy újabb generáció kikeltetésére. Tehát toljuk csak izzó tojásainkat. Rengeteg történet van bennük, kalandos, baszós, de van, amelyik a hold sötét oldalán újjászülető magyarságról szól. Ez egy kétnemű esztétika, illetve 3-1, ha a segmanóknak kedvezek, de szülhetek replikást is, miután Hajas Tiborral közösültem. Bár tőle félek kicsit,
mert Tibor szerint, ha levágom a csajom fejét és beleélvezek, akkor egészen más valaki leszek. Hát itt tartunk. Még mindig ebben az avantgárd pokolban, ahol náci nyugdíjasok festészetről okítanak. Ez a művészet történet bosszúja. Nem kell kanova, nem kell a szépségflastrom, nem kell emberábrázolás, nem kell az ember. Véres márványt okádok. Pornográf nemzet szeretnék lenni. Libidomban idegen létformák utaznak ezer éve. Elveszetten a klasszikus tömegsírban a rossz igazságot keresem, hogy mutánsaimmal együtt megtérhessünk keltető udóinkba, ahol egész nap szól a fekete rokokó. De nem fogunk álmodni, hiszen nincsen a tudatunk alatt semmi, csak a medúzaszerű szépség alkonyán mocsárba ragadt kentaur, amint a lóraszállás nehézségeiről mesél. Köszönöm, akkor szerintem. Csak egy gyors záró kérdés, hogy ha már itt szóba kerültem, hogy a népiség, meg a különböző korábbi irodalom, korábbi képek, meg szóval, hogy lépett már veled kapcsolatba nemzeti irodalom szemléletű olvasó? Érdekesetek már ilyen kritikát? Nem. Nem. De miért gondolod? Úgy akartam, hogy föl, ugye van a denevérek honfoglalása, meg elérdő népiség, tehát ugye van egy ilyen erős kultúrakritika is, lásd a manifestum. Nem, ez még nem történt meg. Tehát én nagyon kíváncsi lennék erre különben. Tehát most nem azt mondom, hogy nagyon vágyok rá, nem vágyok rá, de mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy mit mondanának. Tehát, hogy ez a kritika, ez valójában hogyan is néz neki. Egész jó, én azt mondom. Nemzeti. Köszönöm. Imi, a nyúl éve egy meneküléssel zárul. Azt ugye már tudjuk, vagy ugye lehet tudni, hogy tehát idén befejeződik ez a menekülés, de hogy el tudsz zárulni pár a Kecskevében, ugye ami a könyvhét jelenik meg, körülbelül a záró darabja. Lehet már elárulni, hogy milyen irányba? Van a maszkás, vagy? Keletre. Tehát Európa felé. Elég ennyi. Hát nem, azt az 500-et nem a tengeren fogják tölteni, szerintem. Tehát mondjuk jó lenne egy ilyen Moby Dick spin-off, de nem, tehát Barta térnek, és ott folytatódnak a mennyi. Jó. Várjuk akkor a zárótételt, és akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor ez a fondra is részét lezárulni, és köszönjük szépen a hallgatóság figyelmét. Köszönjük.